Kedves nézőink, a Szerencsi Híradót látják, köszöntöm Önöket, Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Az elkövetkezendő időszakban Szerencsváros önkormányzatának megbízásából a Globo Televízió készíti a város életéről szóló heti közéleti magazint, amely minden szombaton 17 órakor kerül adásba. Nézzük az elmúlt napok legfontosabb híreit Szerencsvárosából. Eszközbeszerzés, CT a Szerencsi Rendelőintézetben. Változások. Az új érettségi rendszerről. Évértékelés. Eredményes évet zárt az SVSE asztali tenisz szakosztálya. A Szerencsi Rendelőintézet munka értekezletén január 10-én jelentette be Kont Zsófia térség országgyűlési képviselője, hogy a járóbeteg szakellátó intézmény egy CT berendezéssel gazdagodik az elkövetkezendő hónapokban. Az országgyűlési képviselő elmondta azt, hogy ez egy 2017-ben beadott pályázatból valósul meg, amelyet eddig tartaléklistára tettek, azonban karácsony előtt arról értesítették, hogy mégis megvalósulhat ez a nagy álom Szerencsen. Munkaértekezletet tartottak a Szerencsi Rendelőintézetben, ahol Bobkó Géza, igazgató főorvos köszöntötte a kollégáit, majd kiemelte azt, hogy a 2021-es esztendő a járvány jegyében telt el, amely sok plusz feladatot hárított az egészségügyi dolgozókra. A COVID miatt a tavalyi esztendőben a betegellátási számok is csökkentek, majd a nyitás után rögtön visszaállították az egynapos sebészetet és azokat a szakrendeléseket, amelyek a vírushelyzetben nem működtek. Az igazgató főorvos ehhez hozzátette, hogy az országos egészségpénztár ezt értékelte, így az egynapos sebészetre egy új műtőasztal kerül hamarosan. Bobkó Géza igazgató főorvos köszönetet mondott Kont Zsófiának a közbenjárásáért, hiszen így a betegeknek nem kell elutazniuk Miskolcra vagy Sátoraljaújhelyre a CT vizsgálatra. Nagyon örülünk neki, jó tetszik látni a helyzetet. Az a helyzet, hogy szakmailag a komputer tomográfiás vizsgálat már az abszolút indokolt és jogos. Egy kultúráltabb országban, mint ahogy Magyarország is az, de Nyugat-Európában vagy fejlettebb helyeken 50 ezer emberre már számolnak egy CT műszert. De most nem ezzel akarok példálózni. Magyarországon nyilván mi is rohamléptekben megyünk a műszeres fejlődés útján előre, hál' Istennek, és mi 5 éves pályázati munka és hát sok külső segítséggel végül is sikerült elérnünk azt, hogy a tartalék listáról most elővettek minket, és hál' Istennek 201 millió forintos pénzösszeget kaptunk a fejlesztésre. Ez a komputer tomográf, ez mint az 50 ezer embernek, nem kell már 1-2-3 vagy éppen 4 hetet várni, vagy éppen 6-ot, attól függ most éppen, hogy milyen koponya-CT, mellkas-CT, hagyd ne soroljam, mire van szükség és hová menne az illető, de azt gondolom, hogyha itt helyben lesz egy ilyen magas szintű technika, kiváló szakorvosunk van helyben, most január 1-től foglalkoztatunk egy kolléganőt, aki nagyon ért hozzá, azt gondolom, hogy itteni lakosságnak az egészségellátása nagyot ugrott. Volt egy felmérésünk, havonta ebből a házból, a rendelőintézet szakrendeléseiből 100-150 vizsgálatot kérünk. Ezek az emberek Miskolcra utaznak, vagy ki hova tud. Van az, hogy magánszektorba, hiszen esetleg valaki türelmetlen, vagy nem bírja kivárni azt az időt, akkor füzet, ma nem esetitok. És 30-40-50-60 ezer attól függ, hogy mennyi, tehát ezt se bírja mindenki. Itt pedig helybe itt lesz. Ez a kapacitás lesz kötve, az biztos, úgy örülünk neki, a diagnózishoz fogunk jutni minél hamarabb, és a beteg hamarabb fog gyógyulni. Tehát a mi kapacitásunk heti 16 óra jelenleg, tehát azt jelenti, hogy 32 beteg átlag hetente, ezért mondom már a számokat, mert a pályázatban ezek szerepelnek, tehát ezek nem hasra ütött számok. Tehát általában akkor egy 120-130-as esetszámra számunk havonta. Az országgyűlési képviselő elmondta azt, hogy a CT egy 2017-ben beadott pályázatból valósul meg, amelyet eddig tartaléklistára tettek, azonban karácsony előtt arról értesítették, hogy mégis megvalósulhat ez a nagy álom Szerencsen. Karácsony előtt érkezett a hír, hogy Szerencsen egy CT-gép fog beállni, és itt elérhető lesz az itt élők számára, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy dolog. Nyilván itt elhangzottak azok a hetek, napok, amiket az ember vár ilyen CT eredményre, és hát igazából itt most a napokról van szó, szerencs esetében, hogyha ez a gép megérkezik, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sok emberi életet is menthet, illetve hát nagyon nagy büszkeség, hogy ennyire felszerelt egyébként a járóbeteg ellátás itt Szerencsen, hiszen a megyén belül egyetlen helyen sincs ilyen,
járóbeteg ellátásnál, hogy egy CT-géppel rendelkezzenek, de az országon belül sem sok helyen, tehát általában kórházakban szokott lenni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a nagy öröm, amit itt lehetett hallani a bejelentéskor, az azért volt, mert ez tényleg hihetetlen, hogy ilyen CT-géppel fog rendelkezni a szerencsés szakellátás. Az évet így nagyon fontos kezdeni szerintem, hogy az ember az egészségügyben dolgozóknak köszönetet mond a tavalyi évért is. A tavalyi év azért sok szempontból különleges volt, és úgy gondolom, hogy a magyar egészségügy elképesztő erőfeszítéseket tett azért, hogy magyar emberek életét megmentse, és hát itt szerencsén is, és szerintem ez egy nagyon szép és fontos dolog volt, hogy ezt meg tudtuk tenni, ezt a köszönetnyilvánítást, és azért azt is ki kell, hogy emeljem, hogy ugye szerencs oltópont itt a oltási akció keretében is, és ezen is már tavaly közösen dolgoztunk igazgató úrral, polgármester úrral, hogy itt egy ilyen oltópont alakulhasson ki, és egyértelműen minket igazoltak a számok, és azt láttuk, hogy tényleg a szerencsén élők és a környékbeliek azért sokkal könnyebben el tudnak jönni nyilván szerencsre oltakozni, ha szeretnének, és nem kell Miskolcra menniük, úgyhogy ez is szerintem egy közös sikerünk volt, és a szerencsi egészségügynek egy nagyon fontos dolog, amit letett. Nyíri Tibor polgármester is köszönetet mondott az orvosoknak és az egészségügyi szakdolgozóknak a megfeszített munkáért a járványhelyzet ideje alatt. A polgármester kiemelte, hogy a helyiek érdekeit figyelembe véve PCR mintavételi pontot, valamint oltópontot is kialakítottak a városban, hogy minél többen hozzájuthassanak a vakcinákhoz. Vannak az embernek titkolt, dédelgetett álmai és vágyai. Úgy gondolom, hogy ez a ma bejelentett CT egy ilyen, hiszen egy normál járóbeteg ellátóban nem jellemző, hogy ilyen magas szintű orvosi ellátást lehessen adni. Annak a kitartó és makacs munkának, amit a Szerencsi Rendelőintézet az elmúlt évtizedekben végzett, talán elismerése a két évvel ezelőtti 85 millió forint, amiből komoly fejlesztéseket adott hírt a többek között a Globó Televízió is, elismerése a kasszasöprések alkalmával odaadott jó néhány 10 millió forint, hiszen minden éven évvégén kapnak, és elmondhatjuk, hogy mind humán, mind technikai, tehát műszerezettség tekintetében a Szerencsi Rendelőintézet egy igen jó színvonalú ellátást tud biztosítani a magyar egészségügy palettáján. Örüljünk neki, hogy nem kell távolabbra, Miskolcra, a zsúfolt, és szerintem egy kicsit túlterhelt miskolci kórházba menni ezekért a fontos ellátási elemekért. Az operatív törzsben felvetődött, hogy legyen-e oltópont szerencsén, egyöntetű volt a vélemény, hogy igen legyen, és mindent tegyünk meg annak az érdekébe, hogy itt engedélyezzék. Néhány hét alatt kialakítottuk az oltópontot, megteremtettük a feltételt, külső szponzorok is emlékezzünk, még akkor mínusz 70 fokot tudó hűtőt kellett beszerezni, de az emberek, a gazdasági egységek segítenek, a jó cél érdekében történik a adakozás, a segítség, és így, hál' Istennek, ma már az oltópont itt van, tehát lépést tartottunk az egészségügy a vírus általi kihívással, és én úgy gondolom, hogy ez jó hír a szerencsieknek. A CT beszerzésére egy esztendő áll majd rendelkezésére a Szerencsi Rendelőintézetnek. Mivel az új nemzeti alaptanterv nem csak új tankönyveket, hanem hamarosan új érettségi követelményeket is hoz magával, a most 9-es diákoknak 2024-ben már az új rendszer szerint kell majd vizsgázniuk. Felmenő rendszerben életbe léptek a módosított nemzeti alaptanterv új szabályai. Ezek alapján az első, 5. és 9. évfolyamon felmenő rendszerben a 2020-2021-es tanévtől már az új alaptanterv mentén tanulnak új könyvekből a diákok. A tervek szerint a NAT-osztályok lesznek az elsők, akik az új alaptanterv miatt már más követelmények szerint érettségiznek majd. 2020-ban, hogyha visszagondolunk, ugye akkor volt az első hulláma, ugye, amikor még óriási lezárások voltak, abban az időszakban kellett itt az iskoláknak a pedagógiai programjukat megfelelően igazítani, adoptálni a helyi tantervekbe ezeket az új NAT-os dolgokat, igaz, hogy leginkább az első évfolyamra vonatkozóan. Ugye az általános iskolákban az első évfolyamat az 5. jelentette,
ugye nálunk a 9-et, illetve ugye 6 osztályosoknál meg volt a lehetőség bevezetésre, és mi nyilván úgy gondoltuk, hogy 7-, 8-, után 9-ben úgy is a párhuzamosság azt követeli, hogy már az újonnan szerint tanuljanak, tehát ott már 7-ben is bevezettük. Tehát ez 2020 ugye tavaszán történt meg, és ugye őszétől kezdődött. Ugye látjuk a gyerekbetegségeit, nagyon sok minden látszik benne. Ugye most szeretnék itt a középiskolai dolgokra szorítkozni. Például egy nagyon nagy változás az, hogy a természettudományos tárgyak kötelező óraszámai gyakorlatilag 10. osztályban véget érnek. Ez biológia, földrajz, fizika, kémiára egyaránt vonatkozik, és az összesített kötelező óraszám tovább csökkent. 11-12-ben viszont a fakultációs lehetőségek meg a szabadabban választható óraszám keret tűnik úgy, hogy egy kicsit lazább és egy kicsit jobban adható, specifikálható, de erre viszont még azért nem tudok érdemben nyilatkozni, mert ez ugye jövő éven fog megtörténni ennek a gyakorlati alkalmazása. Tehát most tavasszal fogjuk ezt még egyszer úgy áttekinteni, hogy akkor már a fakultáció választásnál, annak a bevezetésének következő évben ez hogy fog történni. Illetve ugye megszületett egy természettudomány nevű tárgy 11. évfolyamban, amit azok a diákok fognak tanulni, akik nem fognak választani természettudományos tárgyat továbbtanulás irányában, és ez megjelenik majd az érettségiben is. Az érettségi követelményeket ugye ehhez hozzá kellett igazítani, ez is 2021 során megjelent ezek a követelmények is folyamatosan, jelennek meg. Ugye itt a munkaközösségek mindig ezt követik, nézik, és ugye aktualizálni kell, hiszen a 9-esek, 10-eseket egy-egy tananyag kikerül akár matematikából, vagy átkerül középszintről elemelt szintre, vagy akár ne agyisten fordítva, változik az érettségiben esetleg egy mintafeladat, akkor ezt ugye követni kell már ezeknél az osztályoknál, és azért most ebben a jelen rendszerben erre akadt példa több is. A 2023-2024-es tanévtől életbe lépő módosítás a megújult nemzeti alaptantervhez és a kerettantervekhez igazítja az érettségi követelményrendszert, csökkenti az elvárt ismereteket, valamint még jobban előtérbe helyezi az egyéni kreativitást és az aktív probléma megoldást. Az önállóság és a kreativitás jegyében több tantárgy esetében új értékelési formákat vezetnek be. A természettudományos tantárgyak, a földrajz, a kémia, a biológia és a fizika esetében projektmunka is készíthető középszinten. Ennek során az eddig megszokott gyakorlati vizsgafeladatok helyett saját kutatás alapján tanév közben összeállított projektmunka készül, amit az érettségi vizsgán kell megvédeni. Projektmunkát kell továbbá bemutatni az állampolgári, gazdasági, közigazgatási ismeretek és a mozgókép kultúra vizsgán is. A Nemzeti Alaptanterv és a kerettantervek megújulása meghatározta a köznevelés tartalmi elvárásait, ezért valóban szükséges volt ehhez igazítani az érettségi követelményrendszert is. Szerencsén az egyes számú háziorvosi rendelő épületét a belügyminisztérium által kiírt pályázati forrásból újították fel tavaly. Az elmúlt év szeptemberében látott hozzá a kivitelező Szerencsén a Jókai utca 2 szám alatt lévő egyes számú háziorvosi rendelő helységeinek a felújításához, miután 12 millió forintot nyert az önkormányzat pályázaton, amit a költségvetéséből 3 millió forint önrészsel egészített ki a képviselőtestület. Az elmúlt időszakban megtörtént az épület szigetelése, a fűtés korszerűsítése, a nyilászárók cseréje, újjáépítették a vizes blokkot, vakolták a falakat, padlózatot cseréltek, festettek, mázoltak, ezáltal megszépültek a helységek. A bejáratot akadálymentesítették, a tetőt javították. A felújítás után Rohály Judit doktornő és asszisztense visszaköltözött korábbi helyére, és január 10-től már a megbújult korszerű rendelőben, a Jókai utca 2 szám alatt várja a pácienseket a megszokott időben. Szerencsváros önkormányzata a rendelő mögötti épületet a tavalyi esztendőben saját költségén megvásárolta, majd a képviselőtestületi döntés után önerőből rendbe tette. A Szerencsi több célú kistérségi társulás, házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat irodája a Bekecsi útról a Jókai utcába, az egyes számú háziorvosi rendelő mögötti felújított önkormányzati épületet.
épületbe költözött. A két szolgálatnak helyet kellett biztosítani az önkormányzatnak, mivel tavaly szeptemberben a Szerencsi Idősek Otthona fenntartását átvette a Tiszán Inneni Református Egyházkerület, akik az intézményhez tartozó épületet is szeretnék igénybe venni, ahol a támogató szolgálat és a házi segítségnyújtás munkatársai dolgoztak. Az önkormányzat által megvásárolt épület felújításával ez a probléma megoldódott. Ennek a döntésnek a dolgozók örültek, hiszen a belvárosban könnyebb lesz az ellátottaknak és a hozzátartozóiknak az ügyintézés. Ameddig a szolgálati lakást nem veszik igénybe, addig a Szerencsi több célú kistérségi társulás, házi segítségnyújtás és támogató szolgálat irodájaként funkcionál majd. Szerencsváros önkormányzatának képviselőtestülete 2021-ben az utolsó ülésén arról határozott, hogy az Esély Otthon projekt megvalósítási helyszínét módosítják. Az önkormányzat által 2017-ben elnyert forrásból a korábban erre a célra kijelölt egykori ZAB épületben a 8 lakást nem tudják kialakítani, ezért új helyszínt kerestek a megvalósításhoz. Ez a Kossuth utca 4 szám alatti ingatlan a pártok háza lesz, amelyet erre a célra kívánnak majd igénybe venni. Bobko Géza képviselő arról érdeklődött, hogy azok a szervezetek, irodák hova kerülnek majd, akik jelenleg ebben az épületben dolgoznak. Nyíri Tibor polgármester erre válaszul közölte, hogy az elhelyezésüket megoldják majd a városban, amire konkrét elképzeléseik vannak. A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal az önkormányzat célja a Kossuth utcai épületben a 8 lakás egységet magába foglaló esélyotthon lakás kialakítása. A fiatalok lakhatási lehetőségeinek biztosítása és lakhatási körülményeinek javítása, valamint a helyi lehetőségekre épülő önfoglalkoztatás célzó programok megvalósítása. A projekt célcsoportja a Szerencsen élő, illetve lakóhelyként ezen a települést választani szándékozó 18 és 35 év közötti fiatalok. A fejlesztés célja a településen élő, az onnan elszármazott továbbá az itt letelepedni szándékozó fiatalok képessé tétele arra, hogy a településen fellelhető életlehetőségekkel tudjanak élni, és helyben egzisztenciát, családot alapítani. A pályázati összeg változatlan rendelkezésre állása mellett olyan esztétikus, családias hangulatú lakásokat alakítanak majd ki, amelyek minden szempontból megfelelnek a fiatalok igényeinek és elvárásainak. Az elmúlt időszakban városunkban a gyalogos és a közúti közlekedés biztonságosabb feltételeinek a megteremtése érdekében több az átlagosnál veszélyesebb helyszínen végeztek fejlesztéseket. Ezek a munkák elsősorban a közúti világítás lámpatesteinek erősebb fényűre történő cserélését, valamint ezt kiegészítve több zebránál sárga villogó berendezés elhelyezését, Szerencsen a posta előtt és a 37-es főút Dózsa-György utcánál lévő átkelési szakaszán, valamint hamarosan Ondon jelentették. Az idén a városban kerékpárutak létesültek, amelyek bekötésre kerültek a már meglévő hálózatba. Az Ondi bicikli út folytatásaként az Ondi úton a Magyar utcán keresztül, a Rákóczi úton Mezőzombor irányába lehet eljutni. A vasúti átjáró előtt a Kandó-Kálmán utcán a kerékpárosokat is érintő forgalmi rendváltozás történt, ami miatt körültekintőbben kell a helyet megközelíteniük a bicajosoknak és a gépjárművezetőknek egyaránt. A karácsony előtt lecserélt 2 darab lámpatesttel az önkormányzat a tervező által előírt minden szükséges feltételt megteremtett, ami a biztonságos közlekedés szolgálja. A kereszténységben január 6 vízkereszt, avagy a napkeleti bölcsek ünnepe, illetve a karácsonyi 12-et záró napja. Közperné Tilman Edina igazgató január 7-én köszöntötte a diákokat, és mindenkinek boldog új esztendőt kívánt. Ezen a napon a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában Pintér Bálint káplán a katolikus egyház egyik legfontosabb ünnepéről szólt. Bálint atya elmondta azt, hogy a napkeleti bölcsek vágytak arra, hogy találkozzanak a Teremtővel, ezért hosszú, ismeretlen tájakon való utazáson is részt vettek. A káplán kiemelte azt is, hogy vágyakozunk arra,
hogy a lelkünk is megtisztuljon, amelyre nagyon jó volt a karácsonyi és az újévi időszak. Az atya ezután a sót áldotta meg, amit szentelő imádság közben elvegyített a vízben. Ez a szertartás a bölcsességnek és a bűntől való lelki tisztaságnak a jelképe, amellyel azt akarják kifejezéssel juttatni, hogy Jézus itt van közöttünk. A katolikus szertartást követően Pintér Bálint atya megáldotta az osztálytermeket, a benne tanuló diákokat és pedagógusokat, hogy Isten gondviselő szeretetével segítse őket a következő fél évben is. Sikeres évet zárt az SVSE asztali tenisz szakosztálya. A játékosok az idén 6 versenyen vettek részt, ahonnan 10 érmet hoztak el, ezzel is öregbítve városunk hírnevét. A 2021-2022-es szezont két csapattal kezdte meg az SVSE asztali tenisz szakosztálya, egy MB2-es és egy MB3-as együttessel. Mindkét csapat esetén az volt a célkitűzés, hogy a fiatalok kapjanak játéklehetőséget, fejlődhessenek, ugyanakkor már elvárás, hogy ők is húzó emberek legyenek a csapatban, és ha lehet, akkor egy osztállyal feljebb tudjanak játszani a következő idényben. Ez továbbra is nagyon fontos, főleg annak a tudatában, hogy az őszi szezont mindkét csapat az első helyen zárta, ami nagyon biztató a jövőre nézve. Ennél rosszabb évet ne zárjunk, mint amit most mi az asztalit a szakosztály zárt. Tudnélék, mind az MB2, mind az MB3-as csapatunk az első helyen végzett, és hát ez maradjon is így, ezt reméljük, és ezért is teszünk továbbra is nagyon sokat. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy köszönjük szépen, nagyon jó szép évet zártunk, és eredményeset. A betegség elkerült bennünket, ezáltal így az edzéseken való részvételünk, versenyeken való részvétel az abszolút nyitott volt számunkra, úgyhogy így mind a felkészülésük, mind pedig az őszi szezonunk az nagyon jól sikerült. A 2021-2022-es tavaszi szezon január 9-én kezdődött. Az első fordulót Gödöllő gárdája ellen hazai pályán játszotta az MB2-es együttes. A végeredmény szempontjából magabiztos győzelmet aratott a szerencsi gárda, hiszen 13-5 arányban diadalmaskodtak. Tamás Szabolcs mind a 4 mérkőzését megnyerte, Korály Tibor 3, míg Sándúj Levente és Köllő Ábel 2-2 győzelemmel járultak hozzá a nagy arányú győzelemhez. Mindkét páros mérkőzést megnyerték a fiúk. Az eredménye nem látszott, ugyanakkor a meccs előtti kis drúg szorongás azért ott volt bennünk, de szerencsére a végeredmény, amely 13-5 lett szerencsévára, ebben azért nem sikerült túl izgulnunk, de azért éreztük ezt a kis karácsonyozást, amit mindenki a családjával otthon töltött, hogy azért kicsit úgy kiestünk ebből a túl korán kezdődött ez a bajnokság, tehát a január elején elkezdtük, és így a készülésem sok idő maradt, úgy tűnik, hogy azért ilyen évet zárjunk ebben az évben is, mint amit, ahogy elindultunk, hogy 13-5 arányban tudtuk az egyik riválisunkat legyőzni. Mindkét gárdában kiemelt szerepet kapnak a fiatal tehetségek, hiszen az MB2-es csapatot a serdülőkorú Köllő Ábel, míg az MB3-asat a szintén serdülőkorú Sárosi Balázs köré építették fel. A szakosztály munkáját két edző, Lehóczki Gábor és Zeller Gábor irányítja. Szeptemberben egy toborzó foglalkozást tartottak a szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Ennek köszönhető, hogy október elejétől külön foglalkoznak az általános iskolás korú gyerekekkel egy plusz edzés időben. A szakosztály ebben az évben 6 versenyen vett részt, ahonnan 10 érmet hoztak el az asztali teniszezők. Az SVSE asztali tenisz szakosztálya eredményesen működik, ezt mutatják azok a tények, hogy MB2-ben és MB3-ban is sikeresen szerepelnek a tehetséges játékosok, valamint az újonc korú és a felnőtt játékosok által elért sikerek hazai versenyeken, valamint az is sokat jelent, hogy sikerült elindítani az utánpótlás nevelést a városban. Tisztelt nézőink! Műsorunkat megtekinthetik az interneten is a Globo Televízió YouTube csatornáján, az applikációnkban és a közösségi oldalunkon. Észrevételeiket, javaslataikat az info@globotv.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss híradóval legközelebb jövő héten szombaton 17 órakor várjuk Önöket. Nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra!